Mit tudnak a francia nők, mitől lesznek nap mint nap csinosak? Majd Évinek lesz ez ellen felvetése. Minden esetre köszöntünk mindenkit itt a Nők az úton következő adásában. Én Csorba Anita vagyok. Sziasztok, én pedig Szlavka Évi, a vendégünk pedig Szokoli Bernadett, business coach, aki egy nagyon klassz könyvet dolgozott fel, és erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Miről is van szó? Bele is vágok, nekem ez egy hatalmas könyvélmény volt, és azért kezdtem el vele foglalkozni, mert coachként rengeteg nővel találkozom. Tudom, hogy itt Magyarországon az önbizalomhiány, a szerepekkel való gazdálkodás, a szerepekben való megmaradás nagyon nagy kérdés, és ez a könyv Pamela Druckerman könyve, és az a cím, hogy Nem harap a spenót. Nekem azért is volt nagyon nagy könyvélmény, mert valahogy ő egy angol szász vonalat hoz be, de annyira jó párhuzamot lehet vonni a magyar problémákkal, kérdésekkel. És bár ez gyermeknevelési kérdéseket von, vagy vet fel, és a gyermekneveléssel kapcsolatban állít meg legalább 4 nagyon különböző pontot, ami fontos. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a pontokat figyelembe vesszük, akár magunkon is teszteljük, akkor segít abban, hogy a szerepeinkben tudjunk egyensúlyt tartani. Úgyhogy nekem ezért volt ilyen nagy élmény ez a könyv. Végignézzük majd ezt a 4 pontot? Igen, mindenképpen. Mi volt a felvetésed így a francia nők és a csinosság? Mi egyáltalán, ami elsőre eszünkbe jut, ha a francia nőkre gondolunk? Igen, erről pont előbb beszélgettünk, és akkor én mondtam, hogy nekem a croissant jut eszembe, hogy igen, a csinosság. Nekem csak annyi felvetésem van, hogy én nem szeretnék minden nap csinos lenni, és én tök rendben vagyok azzal, hogyha nem vagyok minden nap kisminkelve, megcsinálva a hajam és csinos ruhába. Totálisan önazonosnak érzem magam így is, szóval emiatt gondoltam, hogy maga ez a csinosság, hogy legyünk minden nap csinosak és nőiesek, nem biztos, hogy ez kell, vagy legalábbis én ezt nem érzem magamnak. De miért smink nélkül, vagy csinos ruha nélkül nem lehet nőies az ember nap, mint nap? Tehát én sem sminkelek minden nap. Mit értünk az alatt, hogy nőies? Hát nők vagyunk, nyilván akkor alapból nőiesek vagyunk, hiszen nők vagyunk. Akkor én kisugárzás szerint az, ami kicsit így oda kötnék, hogy ez miért is jön. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy aki kisgyerekkel van otthon, most csúnya szót mondok, úgy le van gatyásodva. Tehát melegítő nadrágba, kinyúlt pólókba rohangászik, és megfeledkezik arról, hogy ő nem csak anya, hanem valójában nő. Az, hogy kinek mit jelent az, hogy csinos vagy nő, az attól függ, igen, hogy ő ez mit jelent. A franciáknál egyébként beszéltem is olyan hölgyel, aki kint élt sok-sok éven keresztül, de magyar, tehát a magyar mentalitásával ment ki, és most már újra itt él Magyarországon. Azt mondta, hogy ott nem divat lefutni egy croissantért melegítőbe és smink nélkül, tehát ott teljesen természetes, hogy akinek kisgyereke van, az is ugyanúgy néz ki, mint ahogy kinéz egy gyermekvállalás előtt. Tehát körülbelül ez a csinosság, ez arra vonatkozik, hogy nem hagyják el magukat. És az az írónő, aki ezt a könyvet megírta, ő egy amerikai írónő, összeismerkedett a párjával, aki angol, és végül Párizsban telepedtek le, és ott születtek gyerekeik. És amikor az első gyermeke megszületett, hát akkor ugyanúgy elmentek étterembe megnyaralni, és így feltűnt neki, hogy hát persze, hát ők lebontják az éttermet. Hát egy másfél éves kisgyerek szétdobálja a kenyeret, a kajamaradékot, nem tudja kivárni türelmesen a 4 fogást, mert ugye a franciáknál az étkezés az egy nagyon jelentőségteljes dolog. Vagy ha bemennek egy butikba, akkor ledobálja a ruhákat a polcról, és hát ő mosolyogva azt mondja, hogy hát persze, ilyen egy kisgyerek. Azért, ha a környezetünkben végig gondoljuk, ilyet szerintem Magyarországon is látni. És ő azon döbbent meg, hogy de a francia gyerekek nem ilyenek. A francia gyerekek végigülik a 4 fogásos ebédet, legyen az akár 2 óra. Tudnak fegyelmezetten viselkedni, és igen, tehát a nők nem anyaként léteznek, hanem nőként léteznek a világban, akár gyerekvállalás után is. És ő erre kereste a kérdést, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Nagyon-nagyon mélyen belement, tehát kutatásokat végzett, szakemberekkel beszélt ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem csak egy ilyen rövid interjús kis könyvet írt meg, hanem tényleg a mélyére ment ennek a kérdésnek, mert nagyon szerette volna tudni. És hogy nekünk miért érdekes ez, az azért, mert tényleg az angol száz, meg a magyar vonalban én rengeteg párhuzamot vélek felfedezni. Csak egy picit ide kötnék, van egy ismerősöm, a Szűcs Peti, egy világutazó, és nagyon sokszor van Párizsban.
És tőle hallottam egyszer egy előadást, ahol a francia nőkről beszélt, és rengeteg fotón keresztül mutatta be az ő szemével, hogy hogy látja a francia nőket, és hogy van bennük valamilyen titokzatos sik, amitől ők akár délelőtt 10 órakor egy teraszon, egy bár teraszán kint ücsörögve simán borozgatnak, mert éppen nekik ahhoz van kedvük, és ez passzol. Na most Magyarországon, ha délelőtt 10 órakor te kiülsz valami helyre borozgatni, akkor nem... alkoholista vagy. De hogy igen, tehát hogy annyira más ez a hozzáállásunk is, hogy a kultúránk is, hogy most egy nő úgymond mit engedhet meg magad, vagy mi maguknak, vagy hogy mi sikkes, mi nem, és hogy ezt hogy tudják vállalni? Ez nagyon érdekes kérdés azért, mert amikor én ebből a könyvből így készültem, akkor beszéltem egy hölgyel, aki ugye kint élt Franciaországban, és amikor beszélgettünk, pont sütött a nap, jó idő volt. És rögtön példának azt hozta fel, hát ilyen időben délelőtt 10-kor kint kávéznak a egy étterem teraszán, és nekem az volt az első kérdésem, miért? Hát megtehetik? Azt mondja, miért ne tehetnék meg? Tehát igen, Magyarországon az, hogy jövök én ahhoz, hogy délelőtt 10 órakor kiülök kávézni. Ott ez nem kérdés. Igen, bár ugye nyilván az anyagi helyzet egy picit azért ezt befolyásolja, de valószínűleg azért a társadalmi elvárások is másképpen alakulnak. Nagyon érdekes az is, hogy hiába van kisgyerekük, nagyon hamar visszamennek dolgozni egyébként, alapvetően 3-6 hónap után. Ehhez majd mondok egy fontos ilyen adalékot, hogy ez hogyan alakul Amerikában, ki. Ausztráliában is így van. Tehát igen, tehát nagyon hamar visszamennek dolgozni, és hogy amíg nem mennek visszadolgozni, akkor is van, hogy babysittert fogadnak arra az időszakra, amíg ők elmennek fodrászhoz, műkörmöshöz, igen, nem az, hogy kávézni, barátkozni, vásárolni. Igen. Tehát nem kérdés az, hogy ezt megérdemeljük. Ezt egyébként Vekerdi is mondja, hogy igen, régen ugye úgy éltünk olyan családokban, hol volt, aki vigyázzon a gyerekre, igen. Nem csak egyedül voltál, és most ne akar viselni azt a terhet, hogy te egyedül vigyázol a gyerekre, és csak te vagy, és akkor majd jutom én hős anyaként, hanem hogy nyugodtan lehet babysitterre bízni, nyilván nem ő nevelje fel, de az a kis idő, amit magaddal töltesz, vagy az ügyeiddel, az simán belefér. Ez francia családokban azért ezen túlmutat, tehát azért a nyaralástól kezdve mindenhova viszik a babysittert. Ez ugye attól is függ, hogy milyen családokról beszélünk itt a könyvnél, és én fontosnak emerem azt, fontosnak érzem azt kiemelni, hogy középosztálybeli nőket vizsgált. Tehát másút is lehet arról olvasni, hogy ott is óriási szakadék van a társadalmi rétegek között. Tehát azért amiről mi beszélünk, az egy masszív középosztály, és ez szerintem nagyon fontos. Mert... aki azért fölötte van a magyar középosztálynak. Igen. De most azért nézzük végig ezt a 4 pontot, fejtsük meg a titkokat. Aztán nem. Tehát ő mindenképpen meg akarta fejteni a titkot, és néhány ilyen sarokpontra ráébredt. Az egyik az a szünet. Ezzel a szóval lehet jellemezni. Ahogy már említettem, nagyon hamar visszamennek dolgozni a francia nők, és ahhoz kötik, amikor már a gyermek átalussza az éjszakát. Na most 3-4 hónaposan a gyerekek átalusszák Franciaországban az éjszakát, és ez egy teljesen természetes dolog. Szerintem régen nálunk is így volt. Én azonban most nagyon sokszor találkozom lestrapált, kialvatlan szülőkkel, ami ugye feszültséghez vezet, ahhoz vezet, hogy a párkapcsolat is egy kicsit meg tud billenni, és igen, tehát akinek nem alussza végig a gyermeke az éjszakát, az másnap nem tud dolgozni menni. És hogy itt egy nagyon-nagyon egyszerű dolog van, ami nekik teljesen természetes. Én azt érzem, hogy a könyvírója azt mondja, hogy az angol szász vonalon sincs így, és én azt érzem, hogy sokszor ez itt nálunk is borul, hogy amikor megszületik egy baba, akkor ők hagyják, hogy jelezzen, amikor ő igényli a szülő társaságát. Vannak alvási fázisok. Az egyik alvási fázisból, amikor áttér a másikba, lehet, hogy hangot hallat. Lehet ez síráshoz hasonló dolog, de nem biztos, hogy szüksége van arra, hogy ott azonnal felvegyük, és foglalkozzunk vele. Tehát ne toljuk túl. Aha, igen. Igen, tehát ez a ne toljuk túl, ez egyébként az egész rendszerükre. No, de azért ez elég... hagyják a gyermeknek. Nagyon keskeny a határ, és azért amikor valaki csak azzal tud kommunikálni, hogy sír vagy gügyög, akkor az, és igen, 3 hónapja van a világon, azért én nem tudnám jó szívvel, amikor... Ők hagyják. Nem is, most mi alapján döntöm, hogy ez sírás, vagy akar engem, ők vagy sem. Ők hagyják, hogy a gyermek döntse el, hogy akar-e téged, vagy nem. Nyilván, hát de az csak az ő fejükben van az, hogy ő mit gondol arról, hogy ez még szerintem a hagyja, vagy nem. Tehát nem a gyerek mondja meg, hogy... Nem. Tehát nem. Egy feltételezésen alapul az egész. Nagyon sokszor a szülő nagyon hamar lép. És pont ebből alakul ki, hogy nem tanul meg. De kinek meg. Mi a hamar? De minden feltételezés. Lehet, hogy hamar, igen. De lehet, hogy nem, mert ugye a gyerek nem tudja elmondani.
Igen, de hogy ők meghagyják a szünetet. És azt mondják, hogy a megtanulni egyedül elaludni, megtanulni visszaaludni, az az első tanulási fázisunk. Egyébként én erre a Ransburg Jenőnél találtam utalásokat, mikor én annak idején ezeket a dolgokat böngésztem. Tehát ő is azt mondja, hogy az alvás az egy, az, az első ilyen tanult dolog az életünkben, és hogyha a baba ezt megtanulja, akkor véhetően, mindig vannak kivételek természetesen, véhetően nem lesz vele annyi probléma. Aha. És hogy a nyugtatás akkor meg, igen, hogy... Igen, tök igen, jó. Igen. És ez már az önállóság első lépése. Tehát, hogy a francia szakkönyvek erre térnek ki, szakkönyvekre visszatérve, nem nagyon olvasnak szakirodalmat. Gyermekneveléssel, gyermekvállalással kapcsolatban, hát ugye egy-egy könyvet elolvasnak, de úgy gondolják, hogy, hogy hát ezt mindenki. Na, ebbe hasonlítok a francia. És ez a szünet, ez a babát egyébként egyben türelemre is tanítja már. Tehát itt van az az első fázis, hogy megtörténik az, hogy átalussza az éjszakát, és akkor az anyuka visszamehet dolgozni. Jó, ezt lehet türelemnek hívni, meg tanításnak, de lehet idomításnak, most direkt hozzak. Direkt hozzak ki a komfortzónával, mert mi más, hogyha hagyjuk, hogy sírjon, mert akkor majd megtanulja, persze, hogy megtanulja, mert nagyon érdekes, mert ő tovább viszi ezt a türelem gondolatot. Tehát a szünetnél, amikor szünetet hagyunk az alvások között, hagyjuk, hogy ő döntsön, tehát feltételezzük, egyfajta bizalmat szavazunk neki azzal, hogy ő képes arra, hogy jelezze, hogy tényleg mikor van rá szükségünk. De érdekes, egy ilyen kis pici babánál már lehet erre, úgymond nem is tudom, tanítgatni, hogy azt érezem, mint amit ugye felnőttként is mennyire jó az, hogyha hagynak kibontakozni, és figyelmet szeretnéd, ez már egy kis babaként valahogy ez tudod, összefügg, ez nagyon érdekes, mert hogy, és igazad van, mert nagyon vékony a határmesdje. A könyv is az elején megemlíti, és hát mi is tudjuk, hogy azért ma létezik az a kifejezés, hogy helikopterszülők. A mindig, minden körülmények között ott akarunk lenni a gyerek fölött, és nézni, hogy mit csinál, és segíteni neki, és támogatni, és megóvni. Na most ez káros jelenség is lehet, hiszen ugyanúgy, ahogy nekünk, felnőtteknek, a gyerekeknek is szükségük van olyan időre, amit egyedül töltenek. Uh-huh. Amit elmélyedve a saját gondolataiba, saját tapasztalataikat begyűjtve, anélkül, hogy valaki állandóan ott lenne körülöttük. Tehát ez a helikopter szülő jelenség, ez van. És valahol itt kezdődik, hogyha nem helyesen döntünk arról, hogy mikor, mit, hogyan. Na már most, ha ezt a szünetet meghagyjuk, és az alvás jól be tud állni, akkor az az anyának, a nőnek, és úgy egészben a családnak egyfajta nyugalmat tud biztosítani. Tehát közelebb kerülnek az egyensúlyhoz. Hát hiszen ki tudják aludni magukat. Úgyhogy ez az első fontos, és a szünetből megyünk át a türelemre. Ez a második, ugye? Ez a második, igen, mert hogy türelemre egész életünk során szükség van. És hogy ők nem mindig akarják a gyermeket minden pillanatban lekötni. Hanem azt mondják, hogy néha játszon egyedül. Néha aludjon el egyedül. Néha oldja meg egyedül, mert, és ez nagyon érdekes, mert ez már vezet át a frusztrációba, de mert az lesz majd a harmadik sarokpont, a frusztrációval való viszonyuk, de hogy igenis türelmesnek kell lenniük, és a türelmet nagyon korán meg kell tanulni. És itt jön az, hogy ők képesek arra, hogy a négyfogásos ebédet végigüljék, mert a türelem jelenségét megtapasztalták, és megtanulták, hogy hogyan kezeljék. Nagyon korán. Ezt felnőttként is nehezen tanuljuk. Sokan. Én folyamatosan tanulom. Igen. Folyamatosan. Igen. Én is egy kimondottan türelmetlen típus vagyok, és nagyon fel tud idegesíteni, hogyha valami nem úgy, és akkor történik. Na most azért az egy dolog, hogy ezeket a franciák így csinálják, aztán össze lehet kapcsolni, hogy mi az, ami nekünk ebből értékes, mert hogy ennek van egy következménye is, de azt így a végén szeretném majd említeni. A türelemnél még az is megjelenik, hogy nagyon hamar rászoknak a napi 4 étkezésre, nincsen napközben asi. Nincs az, hogy lemegyünk a játszótérre, és akkor egyél egy kis biokeles golyót, meg egy kis darabolt almát, hanem reggeli van, ebéd, a gyerekeknél még megjelenik az uzsonna és a közös vacsora. Rendszer? Rendszerbe. Nek, hogy van egy szertartás része. Van egy szertartás része. Én is, amikor még állapotos voltam, akkor voltam egy családnál Franciaországban, egy arisztokra családnál, és ott is elképesztő volt ahogy az étkezéshez, igen, meg az egy szeánsz volt lemenni a piacra, és a gyönyörű papírzatkóba bevásárolni, a nem tudom, töltött tortellini, meg nem tudom. De ehhez türelem is kell. Türelem. Tehát nem gyorsra járt, gyorsan összedobják. Igazából rengeteg idő kell.
Igen. Ez egyik fókusz az élet. Nagyon érdekes, hogy már a bölcsödében előétel, főétel, desszert. Igen. Igen, és nagyon változatos alapanyagokból dolgoznak. Tehát ez a sült krumpli, ketchup és nutellás kenyér, ami mondjuk nálunk is egy ilyen. Miért jutott eszedbe, de elementáris étek, ott nem. Nekem a bölcsödéről a főzelék jut eszembe. Mindig a főzelék. Mondom, állandóan főzeléket ettünk. Ott sok főzelék van, sok zöldség alapú étel, és sok párolt és nyers zöldség. Rengetegféle ételt megkóstoltatnak velük. Sokkal színesebb és szélesebb palettáról étkeznek, de ez megint ugye a francia konyhának. Hát tudatosabbak az étkezési kultúrájuk valószínű. Igen, sokkal inkább. Uh-huh. Igen. És a negyedik? És akkor a türelemből jön, tehát a türelemnél még ott van a sürgetés hiánya, és szerintem ez viszont egy tök jó elem, és lehet, hogy ezt így legalábbis én mindenképpen próbálom átvenni, mindennek megvan a maga ideje. Tehát egy óvodás gyerek ott nem beszél idegen nyelveket, nem ír és olvas. Az óvodás gyerek ott játszik. És amikor majd elmegy iskolába, akkor majd megtanul írni, olvasni, amikor ő ott tart. Nagyon sok külön foglalkozásra viszik őket, de nem azért, hogy jobb legyen, mint a többi, hanem azért, hogy élvezze. És ebben mind-mind benne van a türelem. Tehát hagynak időt arra, hogy beérjék magukat a gyerekek. Nekem ez a mozzanat, ez nagyon-nagyon tetszik. Illetve azt mondják, hogy a türelem azért fontos, mert a gyerekek akkor tudják igazán jól érezni magukat, ha már van önuralmuk. Mert akkor nem válnak feszülté. Tehát kisimultabban tudják végigvinni a gyerekkort. Nagyon érdekes megközelítés. És igen, a türelem után jön a frusztráció, amit szintén meg kell tanulni és tapasztalni. Mert hát minden nap ér bennünket frusztráció, és mennél hamarabb megtanuljuk kezelni, valljuk be, sokszor felnőtteknek is ez nehezen megy, annál könnyebben illeszkednek be a társadalomba, és nem az a lényeg, hogy jól illeszkedjenek be, hanem aztán jól érezzék magukat. Uh-huh. És itt is azt mondják, hogy ha jól kezeli valaki a frusztrációt, akkor a nemmel való megbirkózást is könnyebben viseli. És ez is egyébként egy nagyon fontos manapság, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is a nemet mondás képessége, mert túlhatjuk magunkat, túlvállaljuk magunkat. A nemet mondás képessége és a nemet mondás elfogadása. Mert hogyha mostanában velem szemben valaki azt mondja, hogy nem, akkor azt mondom, hogy jaj, de ügyes vagy, te már tudod tartani a határokat, és közben nekem meg tök szarul esik, hogy hát nem csinálja meg azt, amit szeretnék, hogy megcsináljon. Tehát én is nagyon nehezen kezelem még azt, aki a saját határait képes kezelni. Tehát ez egy ilyen... Minden van, mit tanulni. Ezért mondtam, hogy ugyanez a gyermekekre vonatkoztatva működik, de ha végig gondoljuk, az egész életünket áthatják ezek a... És ennyiben minél hamarabb tanuljuk ezt meg, amennyiben megtudjuk, akkor annál jobban tudjuk alkalmazni, majd később meg természetesebben tudjuk alkalmazni, és nem itt, ami 30-40-50 vagy soha. Tehát, hogy igen, mikor tanuljuk igen, meg. Igen. És a negyedik, ami ilyen fontos sarokkő, az a határok. Léteznek határok, viszont azt mondják, hogy szigorú határok kellenek, amin belül a gyerek szabadon mozog. Hát ez a kreativitás. Tehát ugyanakkor ők a szabadságot megadják a gyereknek, és itt jön be az, hogy az óvodában is vannak határok, de a határok között ők szabadon játszhatnak. Szabadon megnézhetik, megszagolhatják, kipróbálhatják, a tapasztalásnak nagyon-nagyon nagy szerepe van, hagyják őket játszani. Tehát nem mindig avatkoznak be, nincsenek mindig ott. Állítólag a játszótereken az is megfigyelhető, hogy vannak felnőtt beszélgetések. Tehát, hogy a gyerekek játszanak valahol, és a szülők külön vannak, és beszélgetnek. Miben Disneynek van egy könyve, ez a játék Dán módra, és kifejezetten erről szól, igen, ez a szabad játéknak az eleje, és hogy mennyi mindenre tanít. És hogy a szabad játéknál is ugye nyilván a határoknak nagy szerepe van. Én azt gondolom, hogy a határok azok szerintem a mi gyerekkorunkban is jelen voltak. Viszont én most nagyon sok családnál látom, hogy nincs. Tehát, hogy a gyerek dönti el, hogy mi történjen. Rengeteg ilyen szülővel találkozom, és fáradtak. Tehát tényleg fáradtak, mert nincsen idejük és lehetőségük arra, hogy önmagukkal foglalkozzanak. Mert a gyerek nem engedi meg. Idézőjelesen mondva. Csak itt a gyerek is akkor mit szűr le, vagy mit visz magával a felnőtt korában, mikkel kell majd akkor megbirkózni, hogyha gyerekkorában ilyen. Nem tanulja meg. Érték. Tehát nagyon érdekes. És akkor azért mondtam, hogy erre nagyon szívesen visszakanyarodok, hogy ez a négy sarokpont, ami jelen van.
ismételjük ezt a négyet most. Igen, tehát a szünet volt, uh-huh. ami ugye az alvással jelenik meg, a türelem, ami az étkezéseknél nagyon fontos, a frusztráció, ami a nemmel való megbirkózás segíti nekünk, és a végén pedig vannak a határok, amivel ugye valaki egyetért, valaki nem, de hogy ez nálunk is azért egy ilyen nagyon kérdéses dolog, ott vannak határok. És hát van ezzel összefüggésben napirend is, tehát ott a gyermekek 8 és 9 óra között elmennek aludni, és utána lévő idő, az kimondottan a felnőttek ideje. Mert hogy nagyon fontosnak tartják ők, és náluk ez magától értetődő, amivel itt most mi sokan küzdünk, hogy a párkapcsolatot hogyan lehet egészségesen megtartani a gyermekvállalás mellett. Jó, de azért nem szabad azt elfelejteni szerintem, hogy mondjuk lehet egy francia családnak úgy néz ki a napja, hogy 4-kor végez, azért egy magyar család 8-kor végez, 7-8-kor. Tehát, hogyha én lefektetném a gyerekemet 8-9-kor, az azt jelenti, hogy nem találkozom velük. Nem találkoztál vele. Azért... Nagyon érdekes, tehát azért mondom, nagyon mások a körülmények. Mások szerintem. A körülmények, de hogy vannak olyan elemek, amik lehet, hogy tanulhatók. És amire így ki akartam térni, hogy nekem nagyon sok mindent tetszik ebből a könyvből, és én nagyon sok mindent fel tudok használni, azoknak az anyáknak a segítésére, akik pont ezzel a kialvatlansággal, fáradtsággal, én időhiánnyal fordulnak hozzám, de hogy ennek megvan az az aspektusa is, hogy a szülő-gyermek viszony ott nem úgy alakul, ahogy nálunk. Én azt gondolom, hogy itt nálunk sokkal bensőségesebb. Igen, tehát, hogy de még ezt is fel akartam hozni, hogy hát nyilván, hogyha a babysitter tölti el az idője több részét, mint az anyuka a gyerekkel, akkor nem tud ugyanúgy másfajta kapcsolatuk. Ami nyilván ennek az egész játéknak, meg az egész szociális hálónak a része náluk. Igen. De ugye én például nem vágyok ekkora távolságra a gyerekemmel. Igen. Tehát én is része azt mondtam, hogy nagyon, nagyon kihúzzák a gyerekkel. De ami meg nagyon tetszik, magukkal. Hogy ők már a gyermeknél is felismerik azt, hogy igenis szükség van az önálló játékra, az önálló gondolkodásra és az egyedül létre. Én egyszer, hát így a kisfiamnál tapasztaltam, hogy bent ült a szobájába is legózott, ő nagyon el tud mélyülni, és volt szabadidőm, és úgy ugye előtört belőlem, hogy hát a gyermekkel töltött hasznos idős egyemek, és hát bementem a szobájába, hogy na, legózok veled. És úgy látszódott, hogy hát, hogy bármit, amit építettem, azt vagy rossz kockából építettem, vagy pont azt vettem el, ami neki is kellett volna. Igaziból, amit kitaláltam, az ő koncepciójában nem illett, és így rájöttem, hogy oké, hogy én tartalmas időt szeretnék most vele eltölteni, mert ráérek, de ő most nem velem akarja ezt eltölteni. De hogy én felismertem, és nagyon furcsa felismerés volt, és aztán végig gondoltam, hogy nekem is vannak olyan órák az életemben, amikor így igénylem azt, hogy ne szóljanak hozzám. És hogy ezt meg kell hagyni nekik is. Magyarul figyelni kell a gyerekedre. Igen. 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 És nem azt, amit te szeretnél, azt igen. véghez tehát, hogy vinni rajta. A totális anyaság kultúrája, ezt a kifejezést is használják, hogy ezt egy kicsit vissza lehet venni. És akkor tudunk nők lenni. Hát hiszen a párunk az nem igényel anyát, mert és erről beszélgetünk, mert egy korábbi adásban a Dettivel egyébként. Igen, meg hát mondjuk a munkahelyen se egy anya szerepbe kell beülni, mert van, aki hajlamos arra, hogy tyúkanyóként mindenki fölött ott legyen, de hát nem az a feladatunk. Tehát ez csak egy plusz szerep, és ne hagyjuk, hogy elhatalmasodjon rajtunk, igen. hogy meg tudjuk. Igen, és igazából ez a könyv, ez abban segít, hogy valahol a korlátokat megnézzük, vagy határokat vonjunk. Én azt gondolom, hogy egy jó itiner egyébként nagyon olvasmányos és vicces formában van megírva, meg nekem is rengeteg ilyen aha élményem volt közben. Tehát már az elég, hogyha elgondolkodnak, igen. és majd átgondolod, hogy a saját életedbe tudsz-e valamit becsempészni igen. belőle. Szerintem ez akkor nagyon fontos, hogyha valahogy úgy érzed, hogy ebben a korszakban egy picit elvesztetted magadat, igen. és keresel kapaszkodókat, és akkor igen. lehet, hogy itt találsz olyat, amit ki lehet próbálni, hogy nézzük meg, hogyha ezt behúzod, akkor működik-e, vagy igen. tehát jobban működsz-e, vagy sem, vagy igen. jobban ki tudsz teljesedni, igen. vagy sem. Meg nagyon nehéz ugye azt, hogy minden gyerek más, minden család más, és ezek csak szavak, de a valóságban hogyan csapódik le? Tehát szakkönyvből ugye nem lehet gyereket nevelni. Nekem ez a hagyjuk sírni, és mindig dilemma, hogy az mit jelent.
Én amikor a kicsi voltak a gyerekeim, nekem annyira jól működött, hogy egyszerűen a megérzéseimre hallgattam. Tehát annál jobban semmi sem működött, mint az, hogy éreztem, hogy hogy jó neki, hogy jó nekem, és ennek megtalálni a kompromisszumát. Igen, de ha neked már tudsz a megérzéseidre hagyatkozni, akkor az önismeretben és az önbizalomban egy magasabb szinten állsz. Mert mersz a megérzéseidre hagyatkozni. Akkor önbizalmat kell építeni. Igen. Ez még a másik. Hogy ez egy hosszú út, és az tök jó, hogyha valaki már mer erre hagyatkozni. Igen. Hát akkor merjünk nők lenni. Még hogyha nem is feltétlenül teljesen a csinosságról, vagy szóval, hogy ezt elején felvezettük, de hogy mindenképpen a nőiségről. Akkor is, nem vagy kisminkelve, vagy nincsen a magas sarkú rajtad, vagy éppen ja, egy estéjúha. Abszolút, csak erről nem volt szó most az adásban, csak erre céloztam. Hanem inkább az önazonosságról, az ismeretről, és hogy merjünk. Hát, hogy mit egyébként marad, ugye nem? Attól csinosak, hogy megvan a megfelelő élidejük, és az egyensúlyt megtalálják, és nekik ez annyira fontos, és erre több időt hagynak. És hát ne toljuk túl a dolgokat. Ne. És azért azt gondolom, hogy hát borozni egy nap fényes teraszon Budapesten még mindig nem lehet. Hát nem. De szerintem nyugodtan megszekedjük a szabályt. Persze, egyszer meg lehet. Na, köszönjük, szuper izgalmas témát hoztál. Érdemes ezt a könyvet elolvasni, forgatni. Mindenképpen majd a nőkazúton.hu oldalon az adott résznek a blogjában is linkkel együtt elhelyezzük. Igen, és Detti elérhetőségeit is megtaláljátok a leírásban, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Sziasztok. Szép napot!